Három, kettő, tessék! Nem tündér szép, nem maradsz te itt. Visszamégy, és örökre fogoly maradsz a fekete várba. Én fogok uralkodni, én öröklök minden varázserőt. És te árgyélus, te sem kapod meg tündér szépet, nem tündérekre fog szállni ez a királyság. Én fogok uralkodni, minden hatalom az enyém lesz. A markomban vagytok, ha belenyírok híresen szép hajadba, elfelejted árgyélust, és soha többé nem térsz vissza. Péntek révén próbál a Fecskebáb csoport Csíó a gárdon. A mai gyerekek csak hírből ismerik Tarjós Lászlónét, mindenki Edit nénét, aki letette a bábozás alapjait a faluban. 1988-at írtunk, amikor kiváló együttesi címet szereztek. A tanítványok a mai napig mély tisztelettel adóznak az alapítónak, és minden eszközzel azon vannak, hogy szellemiségét fenntartsák. Sok-sok gyermek nevelődött ki az ő kezei alatt, igazi ízig-béli govónéni volt, és a kinevelődött vagy kinevelt gyerekek közül az egyik volt Kozma Erzsébet, vagy ahogy mindenki ismeri, Csíó Gárdon Böbe, aki miután Edit néni egy balesetet szenvedett, ő vette át a stafétabotot 3 éven át, és ő irányította a Fecskebáb csoport életét, mint régi bábos, úgyhogy igazából a bábozás szeretete benne is benne volt. Amikor Erzsinek úgy alakult az élete, hogy külföldön próbálkozott, akkor megkeresett engem, mert tudta, hogy én drámapedagógusként már az iskolában ezügyben sokat tevékenykedtem, színjátszó találkozókon sikeresen szerepeltünk a gyerekekkel, és aztán ugye úgy alakult az életem, hogy siógárdiként éltem itt tovább, és ekkor keresett meg ő ezzel a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha a bábcsoportot átvenném. Megmondom őszintén, hogy tőlem nagyon távol állt mindig is a bábozás, de úgy látszik, hogy az utunk az találkozott, és megmondom őszintén, hogy azóta is az életem egyik nagyon fontos szegmenseként tartom számon a bábcsoport irányítását. Pekari Bernadett 2016-ban Csokonai díjat vehetett át az értékmegőrző munkáért, melyet az évek alatt a csoporttal elvégzett. Ez már többször megfogalmazódott a zsűriben egyébként, Kaposvárott is a regionális beválogatón, illetve Egerben is az országos bábfesztiválokon is. Mindig megemlítik, hogy a siógárdiak próbálják fejtegetni, miben különlegesek, miben mások. Valószínű az, hogy a családi kötelékek, az erős kötelékek, azok a hagyományok, amik között fölnőnek ezek a gyerekek, azok olyan horderejűek, hogy mindig megállják a helyüket, és azt a tisztelettudó magatartással, viselkedéssel és hagyományápolással sokkal gazdagabbak, mint a városi gyerekek. Nagyon fontosnak tartom egyébként a népmesék kapcsán azt, hogy meséljünk a gyerekeinknek, mert hogy a készen kapott képi világ az nem igazán fejlesztő. A hallott, az olvasott sokkal nagyobb fejlesztő hatással bír. Ma egy kis településen, ez közel 1300 lelket számoló Siógárdon, azt gondolom, hogy egy szent háromság találkozik itt a hagyományőrzés tekintetében, mert hogy néptánc, báb és citera muzsika hallatszik fel a falak közül, és ennek a háromnak a hagyományőrzésen túl a hozadéka az az, hogy ezek a gyerekek valamivel különlegesebbek. Ők egészen másként működnek a nap, mindennapokban, megvan a helye az óvodai nevelésünkben, építhetek rájuk. Ők sokkal nyitottabbak, sok lehetőséget adnak abban, hogy kiteljesedhessenek. Ők már tehetség alapok, ők tehetségként léphetnek tovább az iskolai oktatásban, és a tanítónénik nagyon jól építhetnek rájuk. Úgyhogy ennek van egy felnövekvő módja, mert felnövekvő szakasza, és mi ebben a Szent Háromságban, ahogy Detti is ezt mondta, mi ezt nagyon ki tudjuk használni, hiszen a művészetekkel való nevelés az egy nagyon komplex nevelés. Palacsinta, palacsinta, oda sült a hajam, palacsinta, ha oda sült, sütünk más, sütünk más, édesanyám a hibás, a hibás. Detti kitalál egy mesét,
és akkor mi megpróbáljuk megzenésíteni, hozzátesszük a mi hanganyagainkat a népmeséhez, a népdalt, és ez egy nagyon jó szimbiózist eredményez, és egy nagyon jó komplexitást ad a végeredményben. Aki hivatásaként a pedagógus pályát válassza, és lételeme szerintem az, hogy a gyerekek között lehetek, együtt játszhatok vele, hiszen azt gondolom, hogy ha felnőttként tudunk játszani, akkor nagyon hosszú életet élhetünk, és boldogok lehetünk. A Tolna megyei értéktárbizottság döntése értelmében a Siógárdi Fecskeváb csoport a Tolna megyei értéktár része. Az indoklás szerint a csoport igazi különlegessége, hogy darabjaikban felelhetők a féltfelőrzött és ápolt agárdi hagyományok, és a modern bárművészet elemei. Palacsinta!